Az előző videóban tehát létrehoztuk a GIMP képszerkesztő programban a kijelölő eszközök, illetve kitöltő és rajzeszközök segítségével a folyamatábránk alakzatait. Most megnézzük, hogy hogyan lehet a feliratokat szerkeszteni. Ehhez rámegyünk az eszközök párbeszédablakban levő szövegeszközre, az A betű ikonra, és egyszerűen belekattintunk oda a képablakon az ellipszisbe, ahova szeretnénk ezt a feliratot elhelyezni. Belenagyítunk és beírjuk, hogy output 1. Ezt követően, hogyha kijelöljük a feliratot, illetve még előtte is beállíthatjuk, itt az eszközbeállításoknál kiválaszthatjuk a betű típust, legyen ez most egy sans bold italic típus, valamint változtathatjuk a betű méretét. Hogyha további beállításokat nem szeretnénk, akkor szintén az áthelyezési eszközzel ráállva a feliratra, egészen addig, amíg ez a négyágú nyíl jelenik meg, átmozgathatjuk oda, ahova szeretnénk. Figyelni kell arra, hogy nehogy ez a kéz jel is megjelenjen a négyágú nyíl mellett, mert akkor a háttérlapnak az elmozgatása történik meg. Ha mégis ez történne, akkor a Ctrl-Z parancssal természetesen visszavonhatjuk. Látható még az is, hogy a feliratok mindig egy új rétegen jelennek meg. Következő felirat létrehozására szintén belekattintunk a szövegeszközbe. Létrehozzuk a feliratot, átmozgatási eszköz, és a megfelelő helyre mozgatjuk. Hogyha azt vesszük észre, hogy valamit elhibáztunk, mint például most az output helyett inputot szerettem volna írni, akkor itt a rétegek párbeszéd ablakon rámegyek az output 1-re, ez tehát az aktuális réteg, jobb egérgombbal belekattintok, és itt pedig a szövegeszközt választom ki. Ez azt jelenti, hogy újra szerkeszthetővé, javíthatóvá válik a feliratunk. Ezt követően szintén az átmozgatás eszközt választom. És ugyanezt a javítást elvégzem a többi feliraton is. Tehát jobb egérgomb, szövegeszköz. És utána, ahogy egy szövegszerkesztőbe dolgoznánk, a javítások már elvégezhetők. Művelet. A művelet egy felirat létrehozása után gondolhatnánk, hogy Ctrl-C, Ctrl-V parancssal is létre tudjuk hozni a többi feliratot, új réteggé konvertáljuk, majd pedig szerkeszthetjük, ez azonban sajnos nem így működik, tehát minden egyes felirathoz újra rá kell kattintanunk a szövegeszközre, és újra be kell írnunk a szükséges feliratot. Ugyanis, hogyha Ctrl-C, Ctrl-V-vel másolnánk le ezeket a feliratokat, akkor ugyan új réteg jön létre, de ezt már nem értelmezi szövegként. Hozzuk így létre mindegyik feliratot tehát. Természetesen ezeket is igazíthatjuk, hogyha egy segédvonalat húzunk le.
Az egyes objektumok igazításánál ugyanakkor még figyelnünk kell arra, hogy a nézet menüpontban az illesztés a segédvonalakhoz be van-e pipálva. Meg is lennénk így a feliratainkkal, és most már csak a nyilak vannak hátra. A nyilakat a ceruza eszközzel fogjuk létrehozni, ennél az ecset végét módosítjuk a pixel típusra, és a méretét 2 pixel vastagságúra állítjuk, legegyszerűbben, hogyha beírjuk oda, hogy 2-es. A csúszka mozgatásával is változtatható, de legegyszerűbb tényleg beírni. Ezt követően belenagyítunk az ábránkba, ugye a Ctrl lenyomásával és az egér görgetésével a legegyszerűbb, fekete szín be van állítva. Vonalat úgy definiálunk, hogy megadjuk a kezdőpontot a bal egérgombbal kattintva, ezt követően megnyomjuk a Shift gombot, nyomva tartjuk, ismét a bal egérgombbal kattintunk, ezzel megadtuk a végpontot. Fontos arra is figyelni, hogy melyik rétegünk az aktív, úgyhogy most vissza kell állnunk a háttérre, és most megadjuk a kezdőpontot, Shift gomb, megadjuk a végpontot. Ugyanezt végigjátsszuk a többivel is. Ugye most, hogyha a Shift-et nyomom, akkor mindig az utolsó ponttól kezdi. Ezért először újra definiáljuk a kezdőpontot, végpontot. Kezdőpont, Shift, végpont, kezdőpont, Shift és végpont. Természetesen ott, ahol az igazítás be van állítva, az igazítás itt is működni fog. Jó, látjuk, hogy létrehoztuk a nyilainknak az egyenes részét, most már csak a nyílhegyek definiálása van hátra. A nyílhegyek definiálása a saját ecsetek létrehozása témakörébe vezet át minket. Ugye itt láthatjuk egyrészt az ecseteket, de láthatjuk itt az eszközbeállításoknál is, szintén, hogyha rákattintunk erre az ikonra. Hogyan is definiálhatunk saját ecseteket? Megkereshetjük az interneten. Az interneten kívül saját ecseteket definiálhatunk úgy is, hogyha mi magunk hozzuk létre ezt. Nézzük meg a file. Új, itt most adjuk meg egy 50x50-es rajzot átlátszó háttérrel, speciális lehetőségeknél beállítjuk az átlátszóságot, oké. Láthatjuk tehát, hogy itt definiáljuk majd az ecsetünket, ehhez 2-es pixelméretet állítok be, fekete színt és a ceruza eszközt, és elkezdem kialakítani az ecsetet. Az ecset definiálását követően GIMP-nek egy saját formátumába kell elmenteni, méghozzá File menü, Exportálás. A GIMP-ben mindig fontos, hogy menteni csak olyan formátumokba tudunk, az XCF formátumba, amely megtartja az összes aktuális réteget, és alapvetően a GIMP-nek egy saját formátuma, viszont hogyha más formátumokat szeretnénk kapni, akkor az exportálás parancsra lépünk. Itt a file típus kiválasztása, és ezt követően megkeressük a GIMP ecsetet, amely a GBR formátum lesz.
tehát GIMP ecset, GBR kiterjesztés, hova kerüljön ez? Az ecset, a programfájlokat kell megkeresnünk, Programfiles, itt a GIMP 2, a Share mappa, ezt követően ismét a GIMP 2.0, és itt a Brushes. Tehát mindig ez az elérési út, ahova definiálnunk kell ezt az ecsetet. Legyen ez most arrow, azaz nyíl.gbr, és exportáljuk. Hogyha sikerült a saját ecsetünket definiálni, akkor itt bármelyik ecsetre jobb egérgombbal rákattintunk, ezt követően az ecsetek frissítését választjuk ki, akkor itt meg fog jelenni a nyíl ecsetünk. Most, hogy az elvi dolgokat megértsük, tegyük fel, hogy itt a csillag helyén egy nyíl jelent meg, a nyílat kiválasztjuk, ahova szeretnénk a nyílhegyeket tenni, oda belezoomolunk a rajzba, itt az ecset méretét megnöveljük, legyen 20, és látjuk, hogy most mi nekünk pont egy 180 fokos fordulattal elforgatott ecsethegyre lenne szükségünk, ezt egyszerűen meg tudjuk adni itt a dőlésszöggel, írjuk be ide, hogy 180, és helyettesítsük most a nyílunkat ezzel a csillagformával. Ugyanezt a műveletet el tudjuk végezni a többi vonalnak a végén is. Hogyha éppenséggel további forgatásra lenne szükségünk, akkor itt tudunk változtatni ezen. Mínusz előjellel is működik. Én most 145 fokot állítok be. Úgy, és akkor ezzel a módszerrel mindegyik nyílhegyet ki tudom egészíteni. Tehát újra dőlésszög állítás. Majd letesszük az utolsó csillagocskát is, Ctrl és a görgető gombbal a képből kizoomolunk, és készen is van az ábra. Hogyha ezt követően azt szeretnénk, hogy minden rétegből egyet készítsen a GIMP, akkor jobb egérgomb és látható rétegek összefésülésére mehetünk, vagy az egy réteg lapítására. Ilyenkor minden látható és nem látható rétegből egyaránt egy réteget csinál a GIMP, míg a látható réteg összefésülésénél értelemszerűen csak a látható rétegek kerülnek rá. Szeretnénk elérni, hogy a feliratok egy rétegre kerüljenek, tehát most kikapcsoljuk a hátteret, és alkalmazzuk a látható rétegek összefésülését. Szükség szerint bővítjük ezt, és a láthatatlan rétegeket nem dobjuk el. Összefésülés, és látjuk, hogy a felirat réteg maradt, ezt egyszerűen átnevezhetjük úgy, hogy a réteg nevén duplán kattintunk, és átírjuk. Tartsuk meg most ezt a két réteget, mert a későbbiek szempontjából még szükség lesz rá. Tehát File menü, mentés másként, és XCF formátumba fogjuk menteni először is.
folyamatábra pont XCF mentés, majd pedig mentsük el JPEG formátumba is, ehhez viszont ugye exportálnunk kell, kiválasztjuk a file típust, egy JPEG képre lesz szükségünk, folyamatára.jpeg, exportálás, itt beállíthatjuk a minőséget, egyéb speciális beállítások is vannak. Exportáljuk, és készen van a képünk.